Állami felügyelet alá került az ajkai székhelyű MAL ZRT, azt követően, hogy egy hitelezői kezdeményezést követően a bíróság egy hete elrendelte a cég felszámolását. A MAL ZRT 2010. októberében a gyilkos iszapömlés következtében került nehéz helyzetbe, azóta folyamatosan nő a cég tartozása, ráadásul milliárdos nagyságrendű bírság is lebeg a részvénytársaság fölött. A kormány tavaly minősítette a MAL-t stratégiailag kiemelt fontosságúnak, ami egyben azt is jelentette, hogy felszámolása esetén a folyamatos termelés biztosítása érdekében felügyelet alá kerül. A térség legnagyobb munkáltatója így tudott béreket fizetni, és van esély arra, hogy több mint 6000 család megélhetése nem kerül veszélybe Ajkán és környékén. Nemzeti MAL néven hoznak létre egy új részvénytársaságot, melynek feladata lesz, hogy biztosítsa a folyamatos termelést az ajkai gyárban. Az új cég nem lesz jogutódja a most bajba került vállalatnak, hanem annak eszközeivel és munkatársaival fogja a felszámolás után a termelést biztosítani. A MAL ZRT most is a térség legnagyobb foglalkoztatója. Családok ezrei élnek közvetlenül vagy közvetve a cég által biztosított munkákból. Több mint 6000 családot érint a MAL ZRT. És annak a termelése, illetve egy olyan speciális technológiai folyamat van a gyárban, amely kapcsán egy órára sem állhat le a termelés. Ezért volt nagyon fontos, hogy egy folyamatosság legyen a termelésben, és a vagyonfelügyelő ezt biztosítani is tudja. A cég felszámolására kijelölt állami felügyelő már munkába is állt. A tegnapi nap folyamán volt egy bejárás, ahol a különböző környezetvédelmi hatóságok szakembereivel megismerkedhettem a legfontosabb feladatokkal. Én úgy gondolom, hogy a MAL működésének a feltételeit meg fogjuk tudni teremteni, és a felszámolási eljárás végén egy működőképes üzemet fogunk tudni értékesíteni. A gyár dolgozói úgy tűnik, hogy megmenekültek, februári bérüket is időben megkapták. A beszállítóknak sem kell attól tartani, hogy a felszámolás miatt nem jutnak a pénzükhöz, ugyanis az állami felügyelet azt is jelenti, hogy a termelés biztonsága érdekében nem maradhatnak kifizetetlen számlák a jövőben. A MAL ZRT felszámolásának többi része egyébként a hagyományos csődeljárási szabályok szerint történik.